Sziasztok! Mindenki ismeri a menedékjog fogalmat. Ha valaki úgy érzi, hogy veszélyben van az egyik országban, menekül a másik országban, ott menedéket kap, meg is kapja, és akkor védve van, a másik ország védi őt, hogy senki ne bántson őt. Ezt a fogalmat olvastuk tegnap a heti szakaszban is, hogy létezik olyan fogalom, mint menedékváros. Ott pedig más összefüggésben, tehát arról van szó, hogy valaki nem szándékosan megölt valakit, akkor kell, hogy meneküljön a menedékvárosban, ott védve van, hogy senki ne bántson őt, és azáltal ott tartózkodik, akkor bűnbocsánatot is nyer. Erre azt mondja Lubavitch Rebbe, tudnunk kell, hogy van nekünk is most szintén a menedékvárosat, ahova tudunk menekülni. Közeledik a zsidó új év, amikor az örökkévaló ítélkezik minden ember fölött. Sokszor az ember elgondolkodik és észreveszi, hogy húha, elég nagy bajban van az Isten, ítélkezni fog fölötte, mert vétkezett az év közben. Akkor megvan neki a lehetősége, ha felismeri, hogy veszélyben van, felismeri, hogy vétkezett, akkor van a menedékváros. A menedékváros az az Elul hónap, mert ebben a hónapban az utolsó hónap az évben, az nekünk az utolsó lehetőségünk megtérni, és az örökkévaló megmondja nekünk, hogy ebben a hónapban könnyebben lehet megtérni. Egész évben bármikor lehet megtérni, és az örökkévaló fogadja az embert örömmel, és megbocsát neki minden vétkét. De ebben a hónapban könnyebb ez a dolog, és a mi feladatunk kihirdetni, és mesélni mindenkinek, hogy tudjanak, hogy létezik a menedékvárost, a menedék hónapot, és éljünk a lehetőséggel, és így tudjunk tiszta lélekkel állni az örökkévaló előtt, Rosh Hashanakor, a zsidó jó évkor. Köszönöm szépen, és Sana Továs, boldog új évet kívánok mindenkinek!